A tavaly alakult Dunaszerdahelyi Toprán DS Klub első nagyobb rendezvénye volt a mostani. Az eredeti helyszín kiesett, ezért csak 3 hét volt a verseny előkészítésére. A klub, amely már a Szlovák Úszószövetség tagja, egyre több embert mozgat meg. Sikerült bővíteni, igen, 3-an van tagfelvétel, úszás, futásba, tehát mind a két sportágban. Mivel bekerültünk a Szlovák Úszószövetségben, úgyhogy regisztrált klub vagyunk, állandóan veszünk fel új úszókat. A Toprán DS legsikeresebb úszója Nyári Richard, aki a közelmúltbeli lengyelországi világbajnokságon egy 3. és egy 4. helyet szerzett. A dunaszerdahelyi versenyen 1000 méteren győzött. Sokkal zordabb körülmények között is úszott már. Ez a 6 fokos víz, ez olyan ideális. Ez nyugodtan le lehet úszni a 1 kilométert, vagy lehet, hogy olyan 1,5 kilométert nyugodtan le lehet úszni. De edzeni kell, biztos, hogy edzeni kell. Nem csak úgy, hogy valaki jönne és le tudja úszni, ez nem, de fokozatosan nincs probléma leúszni. A résztvevők között volt az egyik legnagyobb szlovákiai klub is. A Dénesdi Jegesmedvék klubjának több mint 60 tagja van, és az idei Szlovák kupában eddig szép eredményekkel büszkélkedhet. Momentálne máme najvyšší počet bodov zo všetkých klubov, takže to nás veľmi teší a myslím, že sa nám darí aj rozvíjať zimné plávanie a celý tento extrémny šport aj do širšieho povedomia verejnosti. A szervező Toprán DS 5 első, 5 második és egy 3. helyet szerzett a nap során. A másik dunaszerdahelyi klub, a Sportfanatik egy első és egy második helyet könyvelhetett el.